Mindenkit sok szeretettel köszöntök itt a Kecskeméti Gábor emlékkonferencián. Először is köszönöm a szervezőknek, hogy itt lehetek. Óriási megtiszteltetés, hogy azoknak adhatok elő, akik engem is valamilyen szinten tanítottak. Nem tudom, hogy milyen új dolgot tudok még mondani a bemelegítésről. Nem is ez a célom. Nem egy kioktatásra jöttek el, azt hiszem, hanem valamilyen újdonságra várnak, valamilyen szemléletbeli dologra. Próbálom rendszerezni a bemelegítéssel kapcsolatos dolgokat, információkat, és engedjék meg, hogy a Semmelweis Egyetem Testnevelési Sporttudományi Karát, röviden a TF-et képviseljem itt. Persze lesznek személyes véleményeim is a bemelegítéssel kapcsolatosan. Az előadásom tartalma először az aktualitásról fog beszélni, hogy miért is választottam itt a mai konferencián ezt a témát. Beszélni fogok a magáról a bemelegítésről, a bemelegítésen belül az általános bemelegítésről, amit látják, egy kötelező felkiáltó jellel is tettem, aztán a speciális bemelegítés fontosságáról, majd magáról a TF-nek a témában alkotott küldetéséről is szólni fogok. A vizsgatanításokon és a kollégákkal való beszélgetésen és az egyéb szakmai konferenciákon való beszélgetés során hát kiderülnek dolgok itt a testneveléssel kapcsolatosan, az iskolai bemelegítéssel kapcsolatosan, hiányosságok és néha zűrzavarok találhatók a bemelegítésben. Néhány iskolában a bemelegítés teljes hiánya figyelhető meg. Reméljük azért nem sok ilyen iskola van. Valahol diák tartja a bemelegítést. A bemelegítés sokszor sablon feladatokkal történik, az évek óta már berögződött, lehet, hogy nem is jó helyen vannak ezek a feladatokkal, próbálja meg a testnevelő megoldani mindazt, ami a bemelegítés szolgálja. Nagyon divatos kifejezés a berugom a labdát típusú óra, sajnos még mindig vannak olyan testnevelő kollégák, akik ahelyett, hogy a bemelegítést, mint komoly dolgot elvégeznék, a labdát berúgják, és ők vagy beállnak, vagy elvonulnak, reméljük azért egyre kevesebb testnevelő gondolkozik így. És a vizsgatanítások tapasztalatai is azt mutatják, hogy a bemelegítéssel igenis foglalkozni kell. Remélem majd az előadásom végére valamilyen kép körvonalazódik az egész bemelegítéssel kapcsolatosan. Felmerül tehát a kérdés, hogy hogyan kell bemelegítést tartani. Nehéz amúgy nagyon válaszolni rá. A bemelegítésről szeretnék beszélni egy kicsit. Ugye sok mindenre készítjük a szervezetet a bemelegítés során, mind a fiziológiai, élettani, pszichomotoros, az érzelmi, kognitív szempontból készítjük fel ugye a diákokat, a gyerekeket a testnevelés órára, edzésre vagy bármilyen sportfoglalkozásra, technikai, taktikai, motorikus szempontból. Engedjék meg, hogy a bemelegítésről beszéljek egy kicsit, a bemelegítés fajtái, megkülönböztetjük az általános és a speciális bemelegítést. Nagyon fontos, hogy mindig az általános bemelegítés előzi meg a speciális bemelegítést. Van egy másik felosztás, amely szerint mozgásos és mentális bemelegítésről beszélhetünk. Engedjék meg, hogy megosszak egy tapasztalatot. Dr. Lénárt Ágota, a TF pszichológiai tanszékének egyik fő munkatársával szoktam ebédelgetni néha, és hát mindig ilyenkor beszélgetünk szakmai dolgokról. Többek között ő volt annak a háromtagú tímnek a vezetője, akik sportpszichológusként elkísérték a londoni magyar válogatott csapatot, és többek között ő volt az, aki Gyurta Dánielnek a mentál tréningjét végezte. Ő azt mondta, hogy a Gyurta Dánielt már fizikálisan nem lehet hova felkészíteni. Aki 120%-kal edz, azt már nem lehet hova tovább, fizikai, motorikus értelemben, viszont mentálisan annál inkább. Tehát ott dől el, akár most rugaszkodjunk el egy picit az iskolai testneveléstől, hogy mentálisan fejben mennyire van ott egy versenyző. Szerintem a gyerekeknél is el lehet kezdeni ezeket a dolgokat, nagyon érdekes eredmények születhetnek. Ebben nem akarok persze most belemenni. Az általános bemelegítés kötelező. Általános bemelegítésen értjük
a szervezet funkcionális bejáratását mind a természetes gyakorlatokkal és a gimnasztikai feladatokkal. Milyen céllal végezzük az általános bemelegítést? Tehát van egy terhelés, az lehet a testnevelés órának a fő része, lehet egy szabadidős tevékenység fő mozgásformája. Arra készítjük fel a szervezetet, majd megnézzük, hogy milyen szempontokból, és ugye szellemi ráhangolódást is segítünk a bemelegítés kapcsán. Milyen hatásai vannak a bemelegítésnek? Azok, akik smile-ik, majd azt jelentik, hogy vagy fokozódik, javul, vagy növel. Élettani fiziológiai szempontból bemelegítés hatására nő az izom hőmérséklete. Ezzel már a szervezetet előkészítjük, tehát a hideg izomzat az változik, és már terhelhetőbbé válik. Ugye a hideg izomzattal nagyon nehéz dolgozni, sokszor mi is tapasztaljuk, hogy egy rossz mozdulatnál, akár sport, vagy bármikor dolgozunk valamivel, akkor meghúzódik itt-ott. Ez az általános bemelegítés során, ez elképzelhetetlen, tehát minden megy a maga útján. Az izmok vérellátása fokozódik, engedjék meg, hogy ezeket itt felkattintgassam. Nagyon érdekes, hogy a hajszálérek száma ugye 20-30-szorosára nő per négyzetmilliméterenként. Ez azért is érdekes, mert volt egy ilyen vizsgálat, vagy van egy vizsgálat, a Fuss, amíg bírsz teszt, nem tudom, hogy hányan ismerik, és a lényeg az, hogy egy 400 méteres atlétika pályánra kiviszik a gyerekeket, és azt mondják nekik, hogy addig fuss, amíg bírsz. És akkor 10-valány kilométer után kellett leszedni az első gyereket, addig bírt futni. Tehát óriási hajszálér ellátottság van a gyerekek szervezetében, hogy több oxigént tud így szállítani, bemelegítés hatására ezek a hajszálerek kinyílnak. Az összehúzódási hullámsebesség is fokozódik bemelegítés hatására. Különböző szervek, szervrendszerek, enzimrendszerek aktivitása növekszik. Az idegrendszeri működés javul. Az elasztikusság, ami nagyon fontos, ugye a szalagoknak a minősége, hogy az ne legyen egy merev, úgymond rugalmatlan szalag, hanem bírja a terhelést egy irányváltoztatás során, vagy bármilyen más mozgás során, rendkívül fontos, és ugye a munkavégzés is nő. Más szempontokból, idegrendszeri szempontból és különböző hatások lehetnek, ugye a mentális folyamatok javulása, a beidegezési kapcsolatok, mozgáskoordináció, pszichológiai hatások, maga az attitűd, a koncentráció, mozgás elképzelés javul, önkontroll, érzelmi állapot szabályozás, tisztánlátás. És akár ha megnézzünk egy labdajátékot vagy egy küzdősportot, taktikai, technikai szempontból is javulás figyelhető meg az általános bemelegítés hatására. Most engedjék meg, hogy egy videóanyagot bejátszak. Azért választottam ezt a videót, mert majd egy testnevelés óra első részét fogják megtekinteni, és nem bántó szándékkal, de bizonyos dolgokat észre lehet venni. Ez egy átlagos testnevelés óra, nem a legrosszabb, nem a legjobb, úgymond, hanem tényleg egy átlagos. Remélem el fog indulni. Hang az nincsen, direkt. Kommentálnám az eseményeket. Aki ugye testnevelő tanár, az tudja, miről van szó. Tornateremben a gyerekek elkezdik a testnevelés órát, túl vannak a rendgyakorlaton, amikor ugye beállnak sorakozni, van egy célkitűzés, motiváció, stb. Testfordulatok, és elkezdődik a keringés fokozás. Futással kezdte a testnevelő tanár az órát. A gyerekek csak futnak. Futnak, futnak. Mennyi mindent el lehetne közbe végezni? Mennyi módokat lehetne alkalmazni futás közben? Nem beszélve a kombinációkról, kartartásokról, karlendítésekről. Változott a helyzet, járás. Aki tudja ugye a sorrendiséget és a bemelegítés elvét, a fokozatosság elvét, az tudja, hogy fordítva kellene egy kicsit, tehát járással indítsuk, és akkor a futással folytatódjon. Különböző módok, lábújonjárás, sarkonjárás, a magas tartásról
az előző felszólaló most meg lehet nézni, hogy milyen az a magatartás, és a hibajavítás mennyire van ott, semennyire. Nem, hogy a fül mellett nem volt akar, hát még lassan derékszögbe volt valamelyik tanulónál. Igen. Ismét elkezdtek futni. Tehát volt futás, járás, és ismét megint elkezdtek futni. Ez egy különböző mód, most a pulzus az ahelyett, hogy fokozatosan emelkedne, emelkedett, lement ugye, megint emelkedik. Tehát így a terhelés egy picit, hát érdekes. Egy másik mód, tehát változtat, ugye van egy galopszögdelés jellegű egy oldalazó futás utánlépéssel, már más irányból kapja az izület, ugye a bokaizület, térdizület, csípőizület a terhelést, és ez nagyon fontos, ez a sokoldalúság. Itt, ha most lenne hang, azt lehetne hallani, hogy bal, 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 jobb, bal. Egy, 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 kettő, egy. Nagyon hosszan történik ez a ütemezés. Nem is biztos, hogy szükség van erre. Itt. Viszont a tanulók katonás rendben végzik a feladatot. Megvolt az alakzat kialakítás, szögdeléssel folytatják tovább a testnevelés órát. Itt is lehetne esetleg módokat bevenni, hogyan szögdeljünk, van egy egylábas szögdelés, tehát váltott lábas szögdelés, kétszer bal, kétszer jobb lábon. Helyben futnak. A keringés fokozó rész után elkezdődik az a rész, aminek az a neve, hogy nyújtóhatású gyakorlatok blokja. Hogy része, ahol a szervezet összes fő izomcsoportját meg kellene valahogy nyújtani, vagyis nyújtóhatású gyakorlatokkal foglalkoztatni. Utánmozgással végzik a nyújtást a tanulók. Egy 15-16 év körüli tanulókról van szó, én úgy gondolom. Az utánmozgásról majd később ejtenék szót, hogy miért nem megfelelő ennél a résznél. Törzs fordításokat végeznek a tanulók. Ebben a korban már az alapformákat változtatni is lehetne. Egy picit egyoldalúnak érzem. Közben azért azt elmondanám, hogy egy általános egy bemelegítés időtartama a mai rendszer alapján, amit a TF képvisel, minimum 12 perc. Minimum. És utána jön csak a speciális bemelegítés. Ebbe a 12 percbe kellene azt a sokoldalú fejlesztést létrehozni, amit csak egy komoly előkészített tervező munkával lehet. A következő gyakorlat egy bal vagy jobb guggoló támaszban lábtartás cserék. Nem nagyon tudom, hogy nyújtóhatás céljából alkalmazza a kolléga a feladatokat, mert ugye ez egy keringésfokozó feladat. Most lehet látni, hogy nyújtott ülésben, amikor nyújtott ülésbe kellett ülni, mennyire nem egyenes a hát, mennyire domború, mennyire púpos a hát. Hajlékonysági teszt. Sikerül elérni a lábfejet hajlított térdel.
következő gyakorlat megint egy utánmozgásos. Elnézést, hogy azt mondom, de rángatózásos feladat. Majd megtudjuk, hogy miért. Nem itt a helye. És az utolsó rész az általános melegítésnek az erősítő hatású gyakorlatok része. A tért helyzet jó. Ugye a nyújtott lábbal végzett felülés gyakorlat az ágyéki szakaszt, azt nagyon nyírja. Ez viszont teljes felülés, ez sem annyira egészséges. Nem mennék tovább, mert ez már a fő részhez tartozik. És engedjék meg, hogy visszakanyarodjak most a... Nézzük meg közelebbről, mit látunk. A keringésfokozó rész futással kezdődött, nulla módozat, két irány, nulla tempó, nulla kombináció. Keringésfokozó rész járás, nem jó helyen van, két mód, egy irány, nulla tempó, egy kombináció. Itt már azért volt valami. Harmadik keringésfokozó rész, szögdelés, két mód, egy irány, nulla kombináció. Nyújtóhatású rész, nagyon kevés alapforma, sablonfeladatok. A statikus nyújtás ebben a korban ajánlatos, csak három izomcsoportot fed le. Zárójelbe teszem fel, hogy a TFN, a BSC-ben a harmadik fél év végén gimnasztika vizsga van, 28 izomcsoportra kell nyújtóhatású feladatot tervezni. Erősítő részben egy darab feladat volt, a probléma a következő. Nem fokozatos, nem törekszik teljességre, és nem változatos. A következő videókkal próbálnám ellensúlyozni az előbb látottakat, hogy mik azok a módozatok, amikkel a bemelegítést lehet esetleg színesíteni, ezt majd kicsit pörgetni fogom. A felvétel a TF női szertorna termében van. Egy kedves hölgy állt rendelkezésemre is mutatta a következő feladatokat. Mondtuk neki, mit csináljon, milyen módokban járjon, lábújjon, sarkon, külső, belső talpél, ezt nem visszük túlzásba, mert túlságosan megnyújtja az oldalsó bokaszalagokat, tehát ezt törölni is lehet, de módozatként szerepel. Térd emeléssel vagy térdlendítéssel járás közben mindenfélét lehet a törzsel csinálni, és a könyökkel. Nagyon jó koordinációfejlesztés az, amikor sarokemeléssel járás és ellentétes tenyér érintése. Gyerekek többsége kisebb korban nem is tudja ezt megcsinálni. Kilépéssel jobbra-balra, támadó állások sorozatával járás, törzsfordítással balra-jobbra. Úgynevezett taposójárás, dzsoggolás, bokát nagyon jól átmozgatja. A törzshajtás előrét bevettük módozatnak, de a hatást nem éri el azt a térdizületi hajlító nyújtóhatást, ez már egy speciálisabb láblendítéssel, inkább a későbbi speciális bemelegítéshez tartozik, de módozatnak ezt itt el lehet fogadni. Láblendítéssel járás, és még lehetne sorolni. Ugyanígy a futásokat is átvettük, különböző futómódok. Ugye láttunk térdlendítést, viszont lehet hozzá nyugodtan kötni malomkörzéseket. Nagyon sokan alkalmazzuk. A kartartás, tehát nem csak malomkörzések vannak, ellentétes karkörzések minden irányba, tehát sokoldalúságra törekedünk. Futás kitámasztásokkal vagy kilépéssel jobbra-balra, közben különböző karmozdulatokat csinál a hölgy. Különböző alkarkörzéseket. Láblendítéseket előre, oldalra, és még lehetne sorolni. Idő rövidsége miatt most ezt egy picit pörgetem, és elérkeztünk a szögdelő részre. Engedjék meg, hogy egy pár szögdelő módozatot bemutassak önöknek. Általános, amikor két lábon szögdelünk, de nagyon könnyen el lehet térni ettől egy lábterpesztés oldalt, vagy haránterpeszerű helyzetben való szögdeléssel. Csípő forgatással.
terpesz állásban szögdelésekkel, bokázással levegőben, harán terpesz állásban való szögdelés. A fokozatosságot követve helyben szögdeléssel nyugodtan lehet kezdeni, aztán haladással végrehajtott szögdelésekkel lehet folytatni. De én úgy gondolom, hogy aki haladással szögdeltetéssel kezd, az se okoz nagy problémát a szervezetnek. Tehát nem kötelező, ez nem egy szentírás, hogy helyben haladással, csak a fokozatosságot mutatja be. Lábfejforgatásokkal lehet szögdelgetni, galopszögdeléssel, és végül is eljutunk a leginkább megterhelő szögdelésig, majd az indián szögdelésig. Ez is mutatja a fokozatosságot, amiben lehet ellentétes karláblendítés, ugye azonos karláb és karlendítéssel, ami páros kart jelent. Jó. Az általános belelegítés alapelvei között ez a három szerepeljen. Én úgy gondolom minden testnevelőnél a fokozatosság egyszerűtől haladva a bonyolult fele, a teljesség igénye, amikor az összes izomcsoportot lefedjük, és a változatosság. Nyújtóhatású, erőstő hatású, ernyesztő hatású gyakorlatok, kar, törzs, lábgyakorlati arab formákat foglalkoztató gyakorlatok. A fokozatosság elve általános iskola alsó tagozatára azt jelenti gimnasztikából, bemelegítés szempontjából, hogy egy-két alapformát felhasználva egyszerű gyakorlatokat végeztetünk, majd felsőben egyel több alapforma, tehát kettő vagy többet, majd középiskolában összetett gyakorlatokkal végeztessük a bemelegítő feladatokat. Teljesség elve, amint már említettem, ezt az egyszerűsített izomtérképet a hallgatóknak is kell tudni. Ez alapján könnyebb nekik elsajátítani, megtanulni, hogy melyek azok a fő izomcsoportok, amiket foglalkoztatni kell a bemelegítés során. A változatosság elve ugye azt jelenti, hogy ne legyen egyhangú a bemelegítés. Merjünk kéziszert alkalmazni. Mi nagyon örülünk annak, ha kimegyünk a vizsgatanításra, és egy hallgató bevállalja a kéziszeres bemelegítést. Nagyon nehéz. És hogyha mi nem támogatjuk, és a ottani témavezető, mentortanárja sem motiválja, akkor maradnak a szabad gyakorlati alapformájú gyakorlatoknál, a szabad gyakorlatoknál. Nagyon kevés az ilyen hallgató még, de reméljük egyre több lesz. Gyakorlatvariálás. Merni kell variálni. Egy táblázatban egy dián összefoglaltam azokat az összetevőket, amikkel a variációs lehetőségeket meg tudjuk oldani. A különböző mozgásszerkezeti összetevők, ilyenek a térbeli, időbeli, erőbeli összetevők, tudunk variálni még terhelési összetevőkkel, karttartás változtatásával és a különböző szerek, kéziszerek alkalmazásával. Az általános bemelegítés szerkezeti felépítése ezek szerint a következő: keringésfokozó blokk, nyújtóhatású blokk, ahol kargyakorlati, törzs és lábgyakorlati alapformákra dolgozunk ki feladatokat, és az erősítő hatású blokk. Nem nyújtunk a testnevelés során, és nem erősítünk. Nyújtó hatású gyakorlatokat végeztetünk, és erősítő hatású gyakorlatokat végeztetünk. Nem ugyanaz a kettő. Mi van akkor, ha már középiskolában dolgozik valaki, és ugye középiskolában, ahogy egyre idősebb lesz a tanuló is, annál merevebbé, kötöttebbé válik az izomzata. Nem elég már ez az lassan bevezetett, utánmozgásos nyújtó feladat, amikor én odahajlítok, megtartom egy pár másodpercig, és visszatérek kiinduló helyzetbe. A tudományos bizonyítékok azt mutatják, hogy ha a nyújtóhatás, hogy létrejöjjön, minimum 6-10 másodpercig meg kell tartani az adott pozíciót a kiinduló helyzetből eltérve. Ugyanis az hossz az izomnak nem jön létre az a nyújtási hossz, egy ütem vagy két ütem, ami egy 60-as tempónál 2 másodpercnek felel meg.
Tehát 15-16 éves kor felett a 5 blokkot határoz meg a testnevelési egyetem, mérsékelt keringés 1, főnyújtó keringés 2, erősítő. Az elmondott 3 felosztás, meg lehet figyelni, hogy a keringés fokozó 1 az a keringés fokozó blokk, főnyújtó az marad a főnyújtó, és az erősítő pedig a végén. Itt bejött egy mérsékelt nyújtóhatású blokk, ez azt jelenti, hogy amikor nagyon hideg az időjárás, de csak 15-16 éves kor felett, vagy felnőtt korban, azokat az izomcsoportokat, amik sérülhetnek esetleg a futások során, vagy egyéb természetes dolgok során, azokat finoman, mérsékelten célszerű megnyújtani. 10 éves kor alatt ez kihagyható, ez a blokk, ez a mérsékelt nyújtóhatású blokk. A keringésfokozó 2 blokk pedig azért szerepel ebben a táblázatban, hogy a pulzus számot megint lehető legmagasabb szinten az általános bemelegítéshez mérten tartsuk meg. Itt különböző sportág specifikus gyakorlatokkal lehet színesíteni a bemelegítést. Az időtartamok ott vannak. Ha minimumot nézzünk, 12 perc, a maximum 20 perc, ennyi idő persze nem áll rendelkezésre, mert még ott a főrész, és még játszani is kellene. Élettani szempontok, ez lesz az utolsó most. Dinamikus nyújtás utánmozgással bizonyos kor felett kiváltja az izomnak a védekező, reflexszerű válaszát, a miotátikus reflex beindul, ez azt jelenti, hogy egy törzshajtás előrénél például, ha együttemen keresztül hajlítok előre és vissza, és nyújtóhatást szeretnék elérni, ez a nem mindegy, mert csinálhatom ezt, ha nem akarok én nyújtóhatást elérni. De ha nyújtóhatást szeretnék elérni, akkor ezt hosszabb ideig kell megtartani, hogy a térdizületi hajlítókban az a megfelelő izomhossz létrejöjjön. Egy másodperc alatt sajnos nem jön létre. Tehát rövid a nyújtóhatás. A statikus nyújtás, amikor ott tartom, minimum 6-10 másodpercig hosszabb nyújtóhatást eredményez, és élettani szempontból sokkal kedvezőbb. A speciális bemelegítés fontosságára nem nagyon hívnám fel a figyelmet, ez az óra résztől függ, mindig amit fogunk tartani, célgimnasztikai feladatokkal, de mindig előzze meg az általános bemelegítés. Egy videó, mert egy dián van. Ez az utolsó dia. Fél perc. Jó, köszönöm. Csak példa a speciális bemelegítésre. Aki szereti a szertornát, az most nagyon jól fogja magát érezni. Az is, aki nem szereti, mert én a TF-en tornáztam, és hát szemedgyönyörködtetőek ezek a mozdulatok. Ezek speciális bemelegítés feladatok a kézálláshoz talajon. Persze ezeken kívül nagyon sok rávezető feladat van ehhez az elemhez. Általános melegítés hiányában egy ilyen gyakorlat húzódásokat okozhat az adott izomcsoportban. Jó, végül is ennyi. És egy utolsó diát még. Bocsánat, hogy itt elment az idő. Jaj. Na, vissza. A Semmelweis Egyetem Testnevelési Sporttudományi Kar küldetése a következő. Jelenleg BSC-ben
ugye az alapképzésben és osztatlan testnevelő edző szakon van a gimnasztika tantárgy, ahol a bemelegítés mindig az utolsó fél év. Itt a hallgatók komoly vizsgát tesznek, gyakorlati és elméleti vizsgát. Az utolsó fél évben a vizsga követelményeit itt láthatják, minimum 8 féle járás, futás, szögdelésmódot kell megtanítaniuk, megtanulniuk és levezetni a csoporttársaknak, 28 izomcsoportra nyújtóhatású gyakorlatot, erőstőhatású gyakorlatot, a törzs és a felső végtag izületére. MA szakon pedig mesterképzésben sajnos csak egy fél éves a gimnasztika, ott pedig már ezek ismeretében, amit a BSC-ben tanultak, gyakorlatvezetéssel foglalkoznak. Ugyanis ők már előző fél évben iskolában töltenek nagyon sok időt, órarészeket már tartanak, de azért szakmai irányítás mellett is dolgoznak. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, elnézés, hogy kicsit hosszúra sikeredett. Várom a kérdésüket. Köszönöm.